Kübekházán ér véget a menekültek elleni pengés kerítés, de nincs utána semmi. Szó szerint vége és kész. A helyiek úgy hívják, hogy kerítés a semmibe. Aki 50 méternél közelebb megy, az 150 ezeres bírságot kaphat. A rendőrök maguk döntik el, hogy mennyi az 50 méter. Ezt mindjárt látni is fogják. Kübekháza polgármestere kemény levelet írt a belügyminiszternek. Azt kérdezi, hogy kitéríti meg a munkagépek okozta kárt a földeken, ki újítja fel a tönkretett utakat, és mit csináljanak azokkal, akik a kerítés vég mellett egyszerűen átsétálnak majd. Susánszky Bence riportja. Kübekháza külterülete és a kerítés, amely itt egyszer csak véget ér. Bárki elsétálhat mellette, valahogy így. Ma már nem tudtunk közel menni a kerítéshez, de a falu polgármestere ezt a képet csinálta közvetlenül az építés után. Kerestük a táblát vagy jelet, hogy büntetlenül meddig mehetünk közel a kerítéshez, amikor feltűnt egy rendőrautó, és elkezdődött a sajátos távolságmérés. Hol van az 50 méter? Pontosan az nincs kijelölve. De meddig mehetünk? Szeretnénk felvételeket készíteni a kerítésre. Körülbelül ennél közelebb szerintem maradjon. Tehát akkor ez itt 50 méter? Igen. Ezután a rendőrök még egyszer megerősítették, hogy pont 50 méterre vagyunk a sacra legalább 150 méterre lévő kerítéstől, majd indulni készültek, ami újabb kérdést vetett fel. Most, hogy tisztáztuk, hogy mennyi az 50 méter, ne menjenek el, legyen szívesen, mert nem fogjuk tudni, hogy mennyi az. De nem maradtak. Ez a ház van a legközelebb a kerítés végéhez. A tulajdonosa azt mondta, számít rá, hogy aki idáig eljutott, az nem áll meg a semmi közepén. Bár reméli, hogy a kertjét, a házát és a gyümölcsösét elkerülik a menekültek. De ha mégis erre jön, ilyen löszök az első ház, akit megtalál. Hát ha nem jönnek rossz szándéka, és akkor mehetnek tovább. Kübekháza polgármestere szerint váratlanul érte a helyieket a kerítésépítés. Nem szóltak nekik, mikor és pontosan hol fognak dolgozni a katonák. Bejött, nem tudom, Baris néni a hivatalba, és mondta, hogy látta, hogy elviharoztak ilyen nagy szerelvényekkel, meg nagy nehéz gépjárművekkel, és hogy csinálják. Kimentem, és tényleg van 2,5 kilométer alatt leraktak. Mivel nem egyeztettek senkivel, a helyismeret hiánya miatt komoly károkat okoztak az utakban és a földeken, ami elkerülhető lett volna, ezt mondta a polgármester. Én mondtam, tehát... A károk miatt levelet írt a község első embere Pintér Sándor belügyminiszternek. A postakönyv szerint 6-án ment el a levél, ajánlottam egy tarakszám. Ma jelezte szerkesztőségünknek a belügyminisztérium, hogy megérkezett a levél, amelyben a polgármester a következőket kérdezi. Kit éríti meg a kárt, amit a munkagépek okoztak? És mi lesz a vadállománnyal, amelynek a természetes élőhelyére építették a tűéles pengékkel felszerelt körhálót? Nekünk fontosak igenis az állatvilág is, amit ebben súlyos károkat okoz, szenvedhetnek élet. Bevágó kérdés ez, hiszen csak gondoljunk bele, hogy az öntudatlan kis állat szalad egy befogó hálóként, fog szembesülni ezzel a pengés drót tekercsel. Kérdésünkre, hogy mikor válaszolnak a polgármesternek, a belügyminisztérium ezt írta, érdemben fognak foglalkozni a kübekházai lakosok ügyével. Susánszky Bence, 7/24.